bemutatásra kerül a Birmei Egyesség Református Egyházközségének, amely a 60-as években alakult, hosszú időn át Pagó Mihályné, Illikó néni, az akkori lelkipásztor felesége vezette a kórust, amely zsoltár feldolgozásokat, halleluját, egy szólamú és több szólamú műveket egyaránt énekelt. Rövid, kényszerű szünet után 1992-től újra megkezdte szolgálatát az énekkar, rendszeresen ott voltak az egyházmegye kórus találkozói, és szívesen szolgáltak a gyülekezet ünnepi alkalmain is. A karvezető Debrecenbe költözése után újabb évek teltek el az élet és szolgálata nélkül. A jelenlegi 25-30 fős gyülekezeti kórus 2012-ben alakult újjá, szívesen szolgálnak ünnepi alkalmakon, esküvőkön, szeretettel köszöntik az ifjú párt. Egy szólamú és több szólamú zsoltár feldolgozásokat, hallelujákat, ifjúsági énekeket adnak elő. A mai találkozó alkalmával három dalban szolgálnak. Húsz dallamára Kádár Péter szövegével, Krisztus, arra kérünk, mindig velem, Uram, mindig velem, a 139. halleluja, valamint Osváth Viktor feldolgozásában a 167. dicséret, jöjj, kordjunk háraszót. Karvezető Pottól négy éve készül a Bilkogát énekkar.